2016 óta már Nyíregyházán is várja az OTP Fáy András alapítványa a másodiktól egészen a 12. osztályos tanulókat az oktatási központba, ahol évfolyamos és tematikus tréningeket szerveznek a diákoknak. Itt egyedülálló és ingyenes pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási, illetve karrierképzésen vehetnek részt. A központban a játszva tanulás jegyében oktatnak, különböző gyakorlatokon élményeket szerezhetnek a diákok. Ezeknek mindig van valamilyen pénzügyi vonatkozása. Folyamatosan érkezhetnek hozzánk a diákok egy nagyobb hangvételű tréningre, előadásra, ahol különböző ismereteket tanulhatnak meg, egészen mondjuk az alapoktól, hogy a második osztályban mondjuk, hogy honnan is van mondjuk a családnak pénze, az mi is, és hogy hogyan történik maga a kiadás és a bevétel is, hogy milyen összefüggések vannak, de akár már eljuthatunk a későbbiekben ugye a nagyobbaknál egy vállalkozás alapításáig is, de ugye hétköznapi tippeket is adunk nekik, például, hogy hogyan lehet megtakarítani, úgyhogy nagyon széles körben mozognak ezek az információk, és tényleg próbálunk arra törekedni, hogy minél inkább olyan fogalmak, infók és érdekességek érjék őket, ami sarkalják őket arra a hétköznapi életben, hogy igenis odafigyeljenek arra, hogy hogyan is kezelik a pénzüket. A magyarországi OTP Fáy András Alapítvány és a szlovákiai OTP Redi Alapítvány 2017-ben indított közös, határon átívelő projektet, ami azt a célt szolgálta, hogy a pénzügyi kultúra alacsony szintjét mindkét országban javítsa. A pályázat kezdetén Budapesten, Nyíregyházán és Bukaresten már működött oktatási központ, tavaly júniusban pedig Nagyszombaton is nyitottak egy háromtermes intézményt. A diákok mellett a szülőket és a pedagógusokat is bevonták a képzésbe, a hangsúlyt azonban a tanulók oktatására helyezték. A játékos tanulásra építünk fel mindent, tehát amiket itt a tréning közben hallanak a trénereinktől elméletben, az rögtön ki is tudják próbálni saját kezeiken, saját kezeikkel a gyakorlatban. Rengeteg feladat van, amiben nyilván nem egyenként, hanem együtt be vannak vonva. A tréner ott ül velük külön a körben, tehát nem, abszolút nem a frontális oktatásnak az elemei valósulnak meg, és ezt élvezik. Ez nagyon tetszik nekik, jó visszajelzéseket kapunk a projektben egyébként, és szerintem ez a szám bizonyítja azt, hogy mennyire egy sikeres. Közel 7000 diákot tudtunk így módon elérni ingyenes pénzügyi, gazdasági és gazdálkodási képzésünkkel. Az eredetileg kitűzött cél 3700 volt, úgyhogy szerencsére ez sikerült túlszárnyalni. A jelenlegi projekt most lezárult, az alapítvány tervei között azonban szerepel, hogy folytatják a projektet, az egyedülálló pénzügyi oktatást pedig további régiókban is megszerveznék.